Sziasztok, Robin vagyok, és most játszunk egy kis House Flippert. Méghozzá folytatjuk. Ugye van egy gyerekszoba, és van egy hálószoba, amit meg kell csinálnunk az új házban, vagyis hogy amit vásároltam, házat. Most ezt fogjuk csapatni. Mihelyt betölt a játék? Ez jó kis update volt. Dragon Ball-os. Na, hát akkor nézzük csak. Ugye ez az irodám. Mindjárt betölt a játék. Na, itt vagyunk. Nem semmi a medence. Na, azt mondja, hogy ez a modern, ez lesz. Itt meg is nézzük, hogy miket csináltunk eddig, ugye? Tárolót már megcsináltuk, a fürdőszobát is. Mindig elég furcsa ez a szín. Így már jobb. Ja. Úgyhogy ezt megcsináltuk, ugye, szép rendezett. Itt a fürdőszoba, ami tök jó. És akkor ez lesz a gyerekszoba, amit hát kicsit szebbé varázsolunk, mert borzalmasan néz ki. Már is azzal kezdjük, hogy az ablakot lesikáljuk. Meg ezt is. Na. Szerintem mindent eladunk. Jó, hogy ilyen. Harnis nem kell. Ezt is. De furcsák ezek a színek, nem? Ezek a kékes hányalatok. Nem tudom, hogy miért. Ilyenek. Biztos, hogy valami köze van a... Mindegy, hagyjuk. Az van, hogy... Megnézem, hogy mi van itt. Biztos, hogy jó ez így. Na minden esetre nézzük meg, hogy milyen padlólap. Ez jó lesz ez a padlólap szerintem. Parketta? Na, akkor így. Na mindegy, ilyen lesz. Jó. És ez? Jó. És akkor hát lefestjük. A
Fura színek vannak itt, meg kell, hogy mondjam. Na mindegy, ajtók. Ez jó. Szín. Nyírfa. 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 Az... Nyírfa. Jó. Tő fekete. És itt pedig... Jó, oké. Na úgy, jó, csak olyan furcsák ezek a színek. Mindegy. Biztos, hogy a játék hibája, vagy nem tudom. Volt már ez hasonló egyébként, csak fura. Na mindegy. Nézzük meg, hogy... Szerintem ez jó lesz, mert egy gyerekszobának tökéletes. Fehér. Jó. Kettőt helyezünk el, az egyik itt lesz. A másik meg. Itt. Azt mondja, hogy kell egy ilyen képítés. És akkor hát ide. Na, most már azért jobb így a dolog. És lássuk, hogy festék, ugye? Gyerek szoba, hát... Nézzük meg valami más szint. Fal, festékek. Szerintem legyen egy ilyen fűzöd. Jó, hát ez ilyen gyerekszobás szint. Majd letisztítom, mert látok itt koszt az ablaknál, ablakpárkánynál. Jó. Tökéletes. Jó. Szerintem így megvagyunk. És akkor...
Jó. Na, megvan a szoba, és akkor ide egy ágyat rakunk. Bútorok. És gyerekeknek. Ez jó lesz. Ez jó lesz, szerintem. Fehér. Matrac az fehér. Ez jó lesz. Az ajtók. Milyen a... Ja, hogy ott. Szerintem ez jól néz ki. Aha. Szerintem ez volt. Kék és arany. Kék és arany. Ez is az volt. És fehér lépcső, vagy létrák. Vagy így. Jó, legyen így. Jó, oké. Szerintem ez így jó lesz. De jól néz ki. Ruhás szekrény. Király. Hogy ez így jó lesz-e. Kék az jó. Mert szerintem ide kellene. Sőt, forgassuk meg. Ez itt tökéletes. Ruhásszekrény is, meg pakoló rész is. Fiók. Tökéletes. Jó. Jó. Na most gondolkozok még azon, hogy ide mit lehetne. Könyves polcot. De még azért nézzük meg, mert akár lehetne. Jó, váncsa, váncsa. Íróasztal jó lenne. Befér ide? Pont jó. Hát nem éppen így akartam.
de most már legalább tudom, hogy hogy nyílik. Jó. Tökéletes. És ez is így. Nincs útba. Jó. Oké. Na, akkor nézzük meg, hogy még itt mik vannak. Jó lenne egy ilyen. Oda egy radiátor. Hely. Tökéletes lesz. És akkor ezeket így, mondom, itt a színekkel valami gond van. Mindegy, van ilyen. Na, van egy pol, vagyis hogy... ide valamilyen fali polcot kellene. Nézzük meg, hogy a gyerekek részére székek. Ja, hogy ilyen kis töpörödött törpicsek. Ja, Jézusom, mi ez itt? Ez nem nekem való. Jó, oké, mini változat. Erre nem számoltam. Remélem ez azért nagyobb. Mindenféle méretű szék lesz itt. Ez mekkora? Ja, ez is ilyen kis pöttömnyi. Kösz. Ez még így jó. Az még jó. Na jó, nézzük. Pelenkázó. Na, akkor nézzünk valami olyasmit, ami ilyen... nappali. Milyen óriás padok, ahol fiókok vannak. Na igen, ez érdekes ez a szék. Na nézzük csak étkező székek. És úgy gondoltam, hogy egy ilyen kék szín. Ez így elférne itt, ugye? Jó. És nem lehet ezt használni. Hát be van tolva, gondolom azért. Jó. Azt
azt mondja, hogy kiegészítők. Festőállvány. Mondjuk ez jól néz ki így. Mi lenne, hogyha... így. Vagy... hát, hogyha gyorsan akar száradni... festék... akkor nyilván ide kellene rakni, nem gondoljátok? Aha, ezzel rögzítik. Tűha, az nagyon benne van. Hát... hűha... nem lehet. Túl nagy ez az... állvány. Ezt a kis pöttöm kis széket hova rakjam? Ha oda teszem, akkor hanyat vágja magát az ember. Hűha. Jó, tudjátok mit? Tessék, itt van. Üljetek egymás mellett. Jó. Tökéletes. Számítógép. Mennyi cyberpunkos cucc van itt. Ez mekkora már. Király. Kell egy gép. Ilyen
kemény. Hát ide a lábhoz. Ja, fordítva van, hoppá! Így már jobb. Csak nehogy belerúgjon. Billentyűzet. Na, az fontos. És egy egér. Egérpadot most nem, mert az túl nagy. Jó. Ez így jó lesz. Dekorációk. Vannak ilyen órák. Ez így jó lesz. Tökéletes. Elég furcsán jár az óra. Visszafelé, figyelitek? Vagy rosszul látom? Na mindegy, fura. Kicsiknek van, nem nagyok kell. Ez lesz az. Tökéletes. És ide. Jó. Most már csak képek kellenek. Vagy ilyen poszterek. Talán úgy lehetne mondani. Poszterek. De jól néz ki. Hopp, egy kicsit nagy. Jól néz ki. Ez is jó menő. Király. Milyen jó, hogy ágyból lehet nézni egy posztert. Menő. Tökéletes. Cyberpunkos. Ú, azt ide kellene. Vannak kisebb poszterek? Fényképek. Képek. Tenisz. Ja. Szerintem ez így jó. És akkor szőnyeget még rakok. Dekoráció. Padló. És ugye itt vannak a szőnyegek.
Szerintem ez így jó lesz. Ó, ez nagy. Akkor legyen egy kicsit kisebb. Jó lesz ez. Tökéletes. Jó lesz. Gyerekszobának tökéletes. Most jön a hálószoba. Jaj, ez lenne a lámpa erőssége. Jézusom, hogy néz ez ki. Há, nem, adjuk el. Ez a borzalom itt. Az van, hogy ugye ez lesz a hálószoba. Úgyhogy itt azért gondolkodunk, hogy... Világítás, mennyezeti. Nézzük, nézzük, nézzük. Szerintem csillárizókkal. Ez elég érdekes. Fehér. Hát ez elég modern. Remélem nem verjük be a fejünket. Ha, na nézzük. Hangulatos világítás inkább, de ez ez inkább hangulatfény, mint hogy sima világítás lenne. Na mindegy. Kicsit sötétebb, sosem árt. Nya. Jó, hát ezeket adjuk el, mert borzalmasan. Jézusom, mi volt itt? Na gyorsan, pucoljuk le. Hogy néz ez ki? Atya világ. Hát ez a lámpaszín, ez, és hogy ez a világítás, ez nem is világítás, hanem semmilyen nevetséges világítás volt ez, valami jó erőset.
Ez jó lesz. Kristály üveg, tökéletes. De ez remélem azért fog világítani. Ez kisebb, mint az előző. Sőt, ez még jobban világít, mint az a nagy. Fura. Na mindegy. Na azt mondja, hogy... Festék. És... És ez. Mandula, mandula. Na, ez meg lesz így. Jó, ez is megvan. Most az ablak jön. Ez az, meg lesz. Tökéletes. Jó. Akkor ezt. Jó, oké. Sokkal világosabb, mint itt. Mindegy, jó ez, így is. Na, akkor egy ágyat. Bútorok. Hálószoba. Ágyok. Pillanat, iszok egyet, mert azt kell. Ja. Nézzük, mik vannak itt. Ez mindig is tetszett, ez az ágy. Hú, mennyire fölment. Hálószoba, éjjeli szekrények.
Ilyenről? Na, akkor ezt így. Na, akkor ezt így. Még egyet. Jó. Az egy ilyen... Hát nem is tudom. Fésűködő asztaluk. Nézzük csak ezt meg, hát ez nagy. Ez jó. Oda egy nagy növényt lehetne rakni. De elsőként világítás, több még hozzáállót. Ez jó is lesz. Fura fehér színek, kékek. Vajon miért? Itt is ez elég fura. Na mindegy, hát ez ilyen. Ez ilyen fura. Fura ura. De legalább ezt is így. Tökéletes. És növény. Dekoráció, növények, nagy növények. Nézzük meg, ez hogy írdik ide. Mondjuk, ad egy ilyen, hát kellene egy ilyen könyves. Volt. Ez lehet, hogy nagy lesz. Hát, megnézzük. Nem fér be. Keskenyebb kell, de olyan meg nincs. Fotelek. Aha. Egy ilyen jó kis klasszikus. Fehér. A se fér le. Jó.
kicsit nagy. Ez a fut el. Jó. Na, hát hogy ez is nagy lesz. Még ez is. Ó, ez... Ez ide fér. És így leülök. És itt tudok olvasni ebbe a sarokba. Úgyhogy nem zavarok senkit. És nincs is útban. Tökéletes, hogy fölé egy képet rakok. A fésülködő asztal még ugye az volt, na arra kíváncsi leszek. Ez a klasszikus. És kell egy szék. Csak egy ott tudom, hogy étkezőknél székek. Szerintem ez így jó lesz. Jó, akkor legyen így. És akkor kell egy dekoráció, ugye? Méghozzá növények, nagy. Ez hogy fér oda? Mondjuk jó, jó, jól néz ki. Egy óriási nagy képet kellene ide rakni, vagy oda helyezni, ugye? Festmények, festmények, és először is. Ehhez nem, ehhez nagyobb kellene. Ez már jó. Jó. Órát. Ja nem, először még így a festmények között lavírozunk. Szerintem... Nem, nem, nem. Képek. Fényképek, úgy értve. Ez menő. Ez nagyon menő. És jó nagy kép.
Vörös panda. Menő. Jaj, de nagy. Nem. Nem ilyen kell. Ez jó lesz. Tökéletes. És ad egy órát. Kiegészítők. Órák. Vagy csak? Tudtam, hogy ott van. Na, ez már nagyjából jól jár. Ebbe az irányba megy a ketyegő, nem pedig erre. Azért ez nem mindegy. Jó. Akkor nézzük meg az ajtót. Ez tökéletes lesz, hogy ugyanaz a dolog legyen, és voilà, meg is van, most jó. Tökéletes. És nézzétek, milyen menő lett. Függöny, minek? Na, hát még ide szőnyeg kellene. Na, nézzük meg, hogy mik vannak dekorációk, padló. Nézem, hogy mint lehet, hogy lehet. Na nézzük csak. Ha, ez jó lehet. Így. Tökéletes. Jó. Megvan. Jó, szerintem ez így megvan. Hálószoba tökéletes. És a gyerekszoba. Két kicsike székecskével. Bármilyen méret király. Zon. Így már jobb. Ja. És mind a két helyen van virág. Úgyhogy most szerintem a következő majd lehet. Ez a szórakozó szoba szerintem. És utána a konyha. De azt majd meglátjuk. És hogy most így megyünk vissza az irodába, a gyerekszoba és a hálószoba ki van pipálva, úgyhogy az így tökéletes. A furcsa színek vannak a játékban, nem tudom, hogy miért. Na mindegy. Itt is. Nem volt ilyen egyébként. Lehet, hogy a patch miatt. Ki tudja.
Na, úgyhogy remélem tetszett nektek így ez a videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!